Az előző filmünk 5 évvel ezelőtt készült, ami az akkori technikának és az akkori trendeknek maximálisan megfelelt, viszont most már úgy éreztük, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy követve az új trendeket, az új elvárásokat egy új filmmel jelenjünk meg a közönség előtt. Az előző filmünk több mint 4 perces volt. Ez akkor egy bevett időtartam volt az imás filmeknél, mostanra viszont már azt tapasztaljuk, hogy 1-2 percnél hosszabb filmeket nem nagyon néznek meg, úgyhogy azt tűztük ki célul, hogy 2, maximum 3 perces filmet készítsünk. Ilyenkor nagyon nehéz összeállítani úgy az anyagot, hogy minden beleférjen, ami a városból fontos, viszont tartsuk az időkeretet. Tehát talán ez volt a legnehezebb a forgatás során, hogy be tudjuk tartani a saját magunk által szabott határokat, és így végül is 2 perc 10 másodpercnél sikerült megállni, ami az előző filmhez képest több mint a fele. Tehát nagyon sok minden, ha úgy veszem, kimaradt. Ellenben, ami benne van, az sokkal hangsúlyosabb. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy hatásosabb lesz a film, tehát gyakorlatilag jobban be tudjuk mutatni rövidebb idő alatt azokat a fontos attrakciókat és azokat a fő üzeneteket, amik a várost azzá teszik, ami az egészség központjává. Egyébként ez egy klasszikus hévízi film, vagy valamiféle kitekintés is van a környékre? Ez egy klasszikus hévíz imás film, viszont mint ilyen bemutatja némileg a térséget is, így a Balatonból is vannak benne jelenetek, például egy motorcsónakos jelenet, vagy van benne golfozás, ami a környéken ugye már több helyen is elérhető. Tehát gyakorlatilag hévízt mi nem úgy tekintjük, hogy csak a város határain belül kínál különböző attrakciókat, illetve kikapcsolódási lehetőségeket, hanem egy olyan 20-30 kilométeres körben úgy gondolom, hogy ami itt van, az minket is csak gazdagabbá tesz, illetve a vendégeinknek az előnyét szolgálja. Technikailag mennyire új ez a film? A legmodernebb technikát használtuk benne, ami most a 4K. Az előző filmünknél a HD technika volt az újdonság, akkor HD-ben forgattunk, most már elértük az Ultra HD minőséget, és még egy kicsivel e fölött van a 4K, tehát gyakorlatilag ez már a mozi technika, ez hatalmas vásznakon is ugyanolyan tűéles, mint az apró telefonos monitorokon, tehát ez a film az egészen picitől az egészen nagyig mindenhol át tudja adni ugyanazt az élményt, mint hogyha a vendég élőben lát. Akkor most nézzük is meg ezt a filmet.